Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Römi Klub című sorozatunk 12. epizódja. Itt van velünk Bátorka, és a második partiba vágtunk bele egy mostani meccsünkben, és engedelmetekkel most nem mennék bele, hogy hol vagyunk, meg ilyesmi, mert már én vagyok partiban, de most megteszem. Szóval Pétu és Energia az ellenfelünk, és a második partiba vagyunk a mostani hármasunkban. És az első partit megnyertük úgy, hogy három duplával kezdtük a partit, tehát nagyon lentről hoztuk be ezt a partit, és eddig gyakorlatilag nyert ügyünk van így a mostani szériánkban, úgyhogy egész jól állunk, és a mostani partit tekintve is most egész jól kezdünk állni azzal, hogy most kaptunk egy 9-est, ahova pont behelyeztem a jogkeremet. Ez az 5-ös semmi közünk nincs hozzá, úgyhogy ezt dobom is. Úgyhogy a mostani jogker az most vagy a bubihoz, vagy a dámához fog kerülni, azt még nem tudom. Mindenesetre egész jó parti ez is. Két adás között volt a vágásban az állásnak a helyzete, úgyhogy ezt meg is mutatom nektek. 29 ponttal vezetünk, Energének mínusz 20, Pétunak pedig mínusz 9, de még csak egy parti telt el a kettőből. Energé 9-es szintű. Pétu pedig 16-os szintű, emlékeim szerint én ezeken túl vagyok, tehát szintileg előrébb vagyok, de ez semmit nem jelent. Maradjunk annyiban. Kicseréljük a 3-ast a 7-esre, és akkor így most már mindegyikhez van valami közünk. Erősen mondom, hogy Jézus! Pilangó, Bátorkám, mit kaptál el? Vagy mit nem kaptál el egészen pontosan. Hát, beverte a csicsát a fiú. Ugye, amikor felveszik ezeket az adásokat, már jelen pillanatban tombol a tél, olyan szinten, hogy kint hó van. Hát most az éjszaka során azért a fiúk most szolgáltattak nekem meglepetés, mert általában bent szoktak aludni. Most azonban a Bátor az éjszaka első felét azt kint töltötte, az ügyes meg a második felét töltötte kint. Egy hajnali éjféltől 4 óráig, 5 óráig volt kint, tehát szinte a teljes felét kint töltötte ügyes. Ez nem az ő szokásuk. Jó, hogy így elbeszélgettek, csak közben lehetséges, hogy ki fognak itt menni. Ez a Pétutól ez az 5 lapos terc azért ez durvának nézett ki, de megállt a dolog. Az a baj, hogy pont a két dámám az pont két piros színű, a két bubin pedig pont a két fekete színű. És kapok egy királyt. Abban a tekintetben jó, hogy nehezebb lesz a Jokert kiszedniük. Úgyhogy lehet, hogy ezt fogom csinálni. És inkább ráülünk a pontokra, mondjuk így. És azért dobom el a bubit, mert a két dámával még nagyobb esélyünk lehet szerintem azért megszerezni a játékot. Bár mondjuk a dámát itt ki tudja, az egyik dámát kilőjük azzal, hogy valószínűleg inkább ki akarják cserélni a jogkeremet, és ezért megtartják. Szóval most mindkét fiú kicsit félig kint töltötte az éjszakát, holott azért mínuszfokok voltak rendesen. Azért féltem a fiúkat kint mínuszfokban. Ezt most nem figyeltem. Ja, rakott rá egy Jokert, meg egy királyt. Így akkor kilőtték a másik dámamat is, nagyon jó. Úgyhogy magamnak kell behúzni a dámát, és elgondolkodni, hogy mire érdemes itt felhasználni azt a drámát. Szerintem arra, hogy kiveszik a Jolit és két hetesből az két hetest összerakom, vagy a két dámát összerakom, lehet, hogy jobban járok, ha a két dámát rakom össze.
6-7-8. Ja, igen. Behúzom a dámát, ami nem jött össze, egy királyt húztam be. Hát... Végül is arra is lehet építeni dáma királyra. Igen, ez így jobb megoldás, hogy a dáma királyra építünk rá. Mert akkor sokkal kisebb esély lesz a jókert kicserélni. Bár mondjuk lassacskán a végpartihoz megyünk. Energy. Pont ugyanaz a 2-4-es egyébként, most nézem. Ott egy ász. Az egyik 4-est kilőjük. Az egyik dámát kilőttük, úgyhogy akkor szerintem az mehet a putliba, az a tervem. Még be is raktuk oda az ászt. Egy lapra van energé. Azt a szép mindenségét! Ez szép volt. Kapja is a tapsot tőlem. Benne volt a pakliban, hogy mi járunk a legrosszabbul, és ez meg is történt. Úgyhogy most visszacsúsztunk a második helyre. Az eddigi harmadik nyerte meg ezt a partit, úgyhogy konkrétan most egy kicsit átváltozott az állás. Na nézzük a harmadik és utolsó partit. Hát szó-szó. Egy kettes. Közel vannak egymáshoz a lapok, de a jelen pillanatban nincs egy tercem sem. Na, Attila. Majd akkor a... Igen, írt rám Attila. Én akkor mindjárt írok vissza neki, csak most mindjárt nagyobb az esély arra, hogy mire megírom, addigra már jönnöm kéne. Mondjuk ebben nem volt belekalkulálva, hogy Energi most ennyire megvárakoztat bennünket. Egy 4-es, pont az a 4-esem van. Na, egyik... Ilyen középlapomat kilőtte a 8-as terc. Itt igen, minden lapom kapcsolatos, de pont ez a dáma például nem. Úgyhogy akkor ezt dobjuk, és akkor gyorsan megírom Attilának, hogy szia, römit veszek föl. Közben pakolt szépen Petú, Bubi dáma király 5-6-7. Az 5-6-7-hez hozzá tudok szólni, a dámát szerintem tőlem vette föl. 3-4-5-6, oda fog ráépülni a 7-8-9, hogy ne legyen támadható. És egy 3-as, az nekem nagyon jó. És pont annyi, hogy viszont ezzel az a baj, hogy nem fogom ráépíteni a 7-8-9-et, de ennyi a... De azt gondolom, hogy ez legyen a legnagyobb bajom. Ebből a partiból ennél jobbat nem lehet kihozni, azt gondolom. Kockáztatunk. Győzelem vagy lecsúszok a harmadik helyre. Kb. Ebben minden lehet.
Egy tízesem elment. Ízbubi dáma. Na, arra szépen be tudom építeni őt. Jó van, hagylak, fiú. Mi látom, aludni szeretnél. Akkor így viszont az a tízes az el fog menni, vagy a király. Mondjuk a tízes még meghagyhatjuk, mert jöhet még be egy tízes, úgyhogy akkor inkább a királyt fogjuk eldobni. Ha most bejönne a szív 9-es, akkor nagyot kacagnék. Mindjárt lejár az időd, Energy, siess! És puff, lejárt. És ki is ültették. Azaz visszatért. És Bubi... Egy ötös, de nem az az ötös. Na, szedjük be először is magunkat ide. Jaj, de aranyos vagy, hogy nem engeded. Akkor így külön-külön. Akkor azt mondom, hogy a király dobom el, de előtte a 7-es, 8-ast odapakolom. A 10-esek sehova sem. Az 5-ös pedig... Igen. Inkább a király, megadjuk magunknak az esélyt, hogy vigyük ezt a partit. Viszont pont az az emberke ült ki, aki ugye vezeti a listát. Nem. De. Ő ült ki, úgyhogy ha most nem ő nyeri, hogyha most nem Petu nyeri, akkor szerintem miénk a parti. Egy ász. Ó! Ügyes. És szerintem ezzel ő nyerte meg a meccset. Igen. Igen. És le is csúsztam a harmadik helyre. Hát ez igen, így esett. Na, még belekezdünk egy meccsbe természetesen. Dr. Mo is New by 20-as. Egy első partisunk. Dr. Mo pedig 11. szintű. Hát, első partisom, nagyon belenyúltál ebbe az első játékodba. Bár mondjuk most veszem észre, hogy ez dupla. Két duplás partival kezdek. Hát reméljük, hogy első partisom nem fogja fel megtartani így egy kicsit a meccset, így föltartani. Egy 6-os. Na, megkaptuk a csere 8-ast. Viszont azzal, hogy ő ugye első danos, valószínűleg nem biztos, hogy ismeri a itteni gyorsított röminek a szabályait. Bárki tudja. Egy 4-es, az tökéletes. Nem tudhatja, hogy milyen lapon van, azért azt tegyük hozzá, tehát most így védjük meg szegénykét, hogy olyan lapot dobott nekem, ami nagyon jó. És ez bármikor is igaz ez a dolog, hogy nem tudja senki sem, hogy milyen lapon van. Egy 2-es. Egy másik 2-es.
mert egy figurát kicserélünk vele. Remélem, Bátor, nem vagy hajlandó nagyon rányomni a billentyűzetre. Egy király. Dáma királyász. Hűha, nem olyan rossz. Picit arrébb teszem a kamerát, hogy Bátorkát jobban lássátok. Én meg így látom, hogy alszik-e vagy sem. Egy négyes. Jöhet. Igazából jöhet. Szép kis apránként jön össze ez a pakli. Gondolkodom, hogy elpakoljak-e. Még van bennem egy olyan, hogy hátha. Most az az érzésem volt, hogy hátha. Meglátjuk. A tízeshez úgysem volt közöm, úgyhogy az nem fájdalom. És egy bubi. Hát az most nem egy olyan lap, amit jó nekem. És ez a kettes sem az a lap, aminek így örülök nagyon. Ugye nem lehet ide az ász után rakni, mert körkörös, nem körkörös römi. Ászok. Nagyon jó! Ezzel meg van oldva. Csak ezzel felmerül az a kérdés, hogy mit dobjak. Meg van oldva szerintem. Mindjárt ránézzük. Nyubáj most megcsinálja a munkáját. Szerintem megvan ez a parti, úgyhogy a megérzés az nyert. És még számilag is meg vagyok, le tudok pakolni. Várjál! 3x5-15 le tudok pakolni. Ja, oké. Okay. Mondjuk igen, jut eszembe, még húzunk is lapot, akkor lehet, hogy nem is kell gondolkodnunk azon, hogy... Ezt a kettőt biztos, hogy le kell pakolnom. Jó lesz. Végülis teljesen mindegy. Az ászért kapok egy jokkert. 2-2-es bedobom a Jolly-ba. És köszönjük szépen. Egy Jolly-t behagysz! You buy! Az, aki tudtál volna menni. Ehelyett kockáztattál. Másik oldalon pedig várta a bubit, a királyt, vagy pedig az ötöst. Ezzel nagyon átírtad nekem a pontokat. És jó kezdés. És dobjuk a duplát. Rögtön 2 terc. És egymás közeli. Most egyelőre csak így tüntetem föl magamnak. Igazából cserélgethetem is, meg is teszem. Hát
Még ez a parti biztos, hogy belefér, és lehet, hogy azt mondtam, hogy ha nem húzódik el, akkor megpróbáljuk a következőt is belenyomni, hogy akkor Attilával tudjak egyet játszani, és akkor egy következő szakaszban folytatni a felvételeket. Ó! És még segít is nekem Newby. Persze nem tudja, teszem hozzám megint azt a gondolatot, amit az előbb mondtam, hogy nem tudja, hogy nekem milyen lapok vannak. Új, itt most két Jolly nagyon jól jönne. Egynek is igazából elégedett lennék. Őszintén. Egyel is elégedett lennék, azt mondanám. Inkább. Ott lett volna a másik királyom. Nem olyan rossz Newby egyébként, csak kockáztatott az imént. Egy első körben. Hát ez a kettes az inkább most azt jelzi nekem, hogy pakoljak le. De van bennem annyi, hogy még menjek. Bubi dáma király. Na, 10 bubi dáma. Oda rá tudom építeni a 8-9-emet, úgyhogy innentől kezdve már csak egy jolly kell. És kész vagyok. Vagy a szív 5-ös. Ja nem, hülye vagyok, hát az még ott hiányzik. Tehát pont a rosszabbik felére épült fel ez a 10 bubi dáma. Mindegy, pakoljunk le, most már mennyiségileg is azt mondom, hogy van itt olyan, van itt annyi, hogy inkább jobban járunk, ha lepakolunk, úgyhogy akkor legyen így. Ó, bátorkám, átfeküdtél, és olyan helyre, amit már a kamera nem tud elérni, úgyhogy akkor inkább mutatom magamat, hejhó! Itt még följebb a kamit. Így. Közben Dr. Mo 4-es dobott. Néztük az ő szintjét? 11-es, igen, néztük. Ajajajajajaj! Kiüti a királyokat. Az ügyes volt. Igen, gondolkodott rajta, hogy a föntire rakja a királyt, vagy pedig ide szerintem. És egy ász. Menj már föl! Köszönöm szépen, és viszontlátásra. Nem viszontlátásra. Hát még át is gond... nem. 2-4-re rakjuk rá, és akkor őt eldobjuk. Ászok! Pont azt elvitte! Nagyon jó. Erre volt a kisebb esély, teszem hozzá. De hát máskor meg nekem szokott így jönni, úgyhogy most visszaadtam ezt. Az a baj, hogy lejárt az adásidőnk, elhúzódott ez a parti, tehát... rövidebb jobb lett volna, és akkor biztosan befért volna. Úgyhogy sajnos Attila, még egy adás lesz. Dáma. 4-es. Hát sehova sem. Hogy állunk? Aha,
Nem annyira nagyon-nagyon számít az egy pont különbség így most még. Itt azt most, hogy megnyerik ők, az nekem teljesen mindegy, ez most egy szoros parti, és az nekem nagyon jó. Egy jól behúzott, egy elég nagy pontarányjal behúzott első kör után. Hát ez a bátor most már alszik, konkrétan. Úgyhogy most már előjött az alvási igény. Na, mire várunk, Dr. Mo? Azért nem ezt mondtam, hogy ennyire nyújtsuk el a partit, haver. Mindjárt ki fog csüccsenni, ha nem csinál semmit. Most felvette így az utolsó szekundumban. Ó, hát persze! Húzza az időnket a rohadvány! Na, köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!